Az utóbbi években nagyon sokszor felmerül az például, hogy mihez van jogunk, és mit jelent az, hogy kötelesség. Biztosan nagyon sokan találkoztak már akár a filmekben is olyan kifejezésekkel, hogy ezért még magát be fogom perelni. Amikor azt mondjuk, hogy beperelni, valójában nem gondolunk abba bele, hogy ezek milyen jogi folyamatokat és kötelességeket vonnak maguk után. Alapvetően mégis nagyon nagy fontossága van annak, hogy erről a témáról is beszélgessünk, hogy mit jelent a jogtudományban egy mondhatni jogi kisokos keretein belül az, hogy jogaink és kötelességeink vannak. Ezekről a jogokról és kötelességekről fogunk ma a vendégemmel, dr. Pongó Tamással, az STA-IETK közjogi intézetének adjunktusával beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban, Tamás! Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Látod egyébként, hogy itt nagyon ilyen, mondhatni, nagyon stílusosan ki vannak írva, hogy általános jog, állampolgárság és kötelességek. Alapvetően mit tudnál mondani annak keretein belül, hogy ezek a szavak milyen mértékben függenek össze egymással? Mi lenne ez az egy dolog, amit el tudnál mondani? Hát egy dologgal nagyon nehéz lenne leírni, de én úgy gondolom, hogy az élettel, ami körülvesz. Mert a jog az egy olyan mindent átható tudomány és egyben, ugye nem csak tudomány, hanem nekünk egy munka is, egy professzió, amely az élete során mindenki találkozik. Tehát ha valaki ingatlant vesz, akkor nem tud csak ügyvédi ellenjegyzéssel, tehát ügyvéd előtt ingatlant venni, illetve ha valaki egy gépjárművet vásárol, adásvételi szerződés, formanyomtatványt fog venni a papírboltban. Tehát mindenhol szükség lesz valamilyen szinten a jogra az életünk során, és úgy gondolom, hogy a jogok mellé nyilván szoktak társulni kötelezettségek is, és ezekről fogunk szerintem részletesebben beszélni. Nagyon jól látod egyébként, azt elmondhatom már így előzőekben is. A Magyarországon élünk, ugye úgy hívnak minket, hogy állampolgárok, tehát ennek az államnak a polgárai. Amikor egy állampolgárról beszélünk, legyen az én vagy te, mit jelent az, hogy jogunk van? Mit jelent ez a kifejezés? Mert nagyon sokan használják ezt, hogy jogunk van, de sokan nem tudják, hogy mit jelent alapvetően ez a kifejezés. Ez nagyon jó kérdés, és igazából én visszamennék pár lépést, vagy legalábbis egy nagyot. Az első, a jogot, amikor kategorizáljuk, akkor az első jogcsalád, vagy az első jogi elnevezés, amit hívunk, inkább így fogalmaznék, az ugye az emberi jogok. Az emberi jogok egy természetjogi felfogás alapján nekünk azért járnak, mert megszületünk. Azaz nem az állam adja őket, hanem azért van rész, mondjuk azért gyülekezhetünk, azért beszélhetek én itt veled, azért van a vélemény nyilvánítás szabadságához jogom, hogyha már ilyen stílusosan kell fogalmazni, mert megszülettem emberként. Ehhez képest ugye az emberi jogok nemzetközi dokumentumokban vannak lefektetve, és igazából az ENSZ megalakulásával, és onnantól indult el egy jogfejlődés a II. Világháborút követően, noha már az emberi jogok fogalmát egyébként az 1789-es francia deklarációhoz vezetjük vissza, de ennek a 20. századi fellendülése a II. Világháborút követi. Ehhez képest ugye vannak alapvető jogaink, amit alapjogoknak nevezünk, őket nagyon egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni, hogy azok a jogok, amelyeket belefoglalunk az alkotmányainkba. Most itt megint bele lehetne abba menni, hogy vannak kartális alkotmányok, mint például az alaptörvény, vagy az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, hogy tényleg felüti az ember az interneten, elolvassa és tudja, hogy mi van benne, illetve ugye történeti vetülete, ami például 1920-ig Magyarországot jellemezte, hogy több fontos törvény alkotott egy ilyen alkotmányos organikus rendszert, ugye ez a történeti alkotmány, a Nagy-Britanniában, Angliában mai napig ez van egyébként. És ehhez képest ugye vannak állampolgári jogok, amik bizonyos, ezek igazából magukban foglalják az alkotmányban foglalt jogokat, ugye az emberi jogokat is, hiszen az egy szűkebb keresztmetszet, mint az alapjogok, illetve ugye lehetnek többletek. Például ugye Finnországban joguk van az embereknek az internethez. Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy nálunk jön egy köztelevízió, hogyha valaki ugye antennát dug a tévékészülékbe, ugyanúgy a finneknél be van kötve egy alapvető internetkábel minden háztartásba, hiszen ez egy állampolgári jog. Ezzel ugye például a magyarok nem rendelkeznek, hogy legyen ilyen jogunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy jogunk van, az magába foglalja ezeket a kategóriákat, és a legkönnyebben úgy tudjuk megismerni, hogy elsőként ugye az alkotmányt olvassuk el, ezt Magyarországon mi alaptörvénynek becézzük, de egyébként ugye alkotmányként lehet megismerni a világ összes országában. Ki dönti ezt el, hogy mihez van jogunk? Egy ember, vagy pedig ez így az évszázadok során folyamatosan kialakult? Lehet, hogy ez viszont már nagyon visszanyúlik ez a kérdés a kezdetekhez, de ezt egy ember döntött el, vagy pedig több ember, vagy pedig a kor alakította?
Úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi fejlődésnek a része, tehát például ugye a francia forradalom idején ugye a nagy változások voltak azok, amik ezt előhozták, illetve ugye a különböző jogtudósok, és nem csak jogtudósok, hanem társadalomtudósoknak az elmélkedései. Ugye ahogy kezdetben azt hittük, hogy a jog Istentől jön, és ugye gyakorlatilag a jus divineként, ma már ugye a népszuverenitás eszményét valljuk, tehát hogy a hatalom az a néptől ered, és igazából a nép a választott képviselői útján gyakorolja a hatalmát, az erejét. És például ugye a magyar alkotmányra, vagy az alaptörvényre is lehet azt mondani, hogy ugye egy az összes országgyűlési képviselő kétharmada szükséges Magyarországon ahhoz, hogy megalapítsuk, hogy létrehozzunk egy alkotmányt. És gyakorlatilag ebbe az alkotmányba foglaljuk bele az alapvető jogainkat is. De természetesen vannak olyan jogok, amik nem alapvető jogok, nem az alkotmányban vannak, csak azokból eredeztethetőek. Például mondjuk a szerződéskötési szabadság, amit úgy gondolom, hogy Magyarországon azért elég sok ember él ezzel a jogával, hogy köt egy szerződést, mert például az, hogy én bemegyek és veszek egy mobiltelefont karácsonyra valamelyik családtagomnak, az ugye egy szerződés, függetlenül attól, hogy én most aláírok-e valamit, vagy csak ráutaló magatartással történik. Ennek értelmében például a számla is egy szerződés? Tehát amikor odaadja a blokkot? Mert én például láttam olyat, hogy ugye, tehát hogy kiadja a blokkot az eladó, és hogy rá van írva, hogy utána nem fogadunk el reklamációt, miután elment. Tehát magyarul mi szerződtünk egymással onnan, hogy megtörténtetett az üzlet, és akkor rendben van minden? Igen, viszont azért itt megint csak jogi finomságokra kell felhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy blokk, nyugta vagy számla. Mert ugye a blokk, amit kiadunk nyugta, az valóban annak bizonyítéka, hogy ráutaló magatartással mi történt. Ez olyan, mint a vonatjegyvásárlás. Oda megyek, hogy szeretnék budapesti vonatjegyet venni, az igazából egy szerződés, hiszen én kérek valamit, gyakorlatilag ő pedig ugye kiadja nekem, és ugyanígy igen, a nyugták is ilyennek minősülhetnek, hogy ugye a vásárlást tanúsítják. A számla az ugye más, mert ott tipikusan van már egy előzetes szerződés, és ugye azután a számlát azt ugye pénzügyi elszámolás miatt nyújtom be. Tehát, hogy itt a különböző köznapi és jogi fogalmak elhatárolása is azért szerintem egy kulcskérdés lehet, mert az embereknél én azt veszem észre, hogy a jogásznak nagyon sokszor a magyarról magyarra fordítása feladata. Bocsánat, egyébként ez egy ilyen különleges kis keresztkérdés volt, mondhatni egyfajta váratlan kérdés volt, de mégis felmerül még az a kérdés is egyébként, hogy egy kicsit zanzásítjuk ezt a témát, hogy amikor reggel illető fel kell, X vagy Y fel kell, attól a pillanattól kezdve meg, vagy még amikor alszik is, neki mihez van joga a nap folyamán emberként? Így nagyon alapvető dolgokat meg tudnál-e említeni? Persze, hát igazából alkotmányok szemináriumon ezzel szoktam kezdeni. Tehát ez nagyon jó kérdés, mert beszoktam menni az órára, és megkérdezem a hallgatókhoz, hogy na akkor alapjogokat tanulunk, itt ültök, mihez van jogotok? És hát ugye alapvető az élethez, emberi méltósághoz való jog, ezt ráadásul a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlata miatt mi egyként kezeljük, tehát nem választjuk őket ketté. Ez ugye, úgy gondolom, ez a legalapvetőbb. Emellett ugye jogunk van például a véleménynyilvánítás szabadsága, hogy valaki elmondja azt, amit szeretne, vagy éppen nem mondja el, hogyha nem akarja elmondani. És ugye ez egy kommunikációs anyajog, tehát ez magába foglalja mondjuk a tájékozódáshoz, tájékoztatáshoz való jogot. De ugye mindig jogunk van például a gyülekezési szabadság. Ugye nagyon érdekes, mert szabadság vagy jog, erről is lehetne beszélni. Most én inkább csak felsorolom ezeket, ahogy kérted. Ugyanígy például, hogy bárki alapíthat egyesületet, vagy egy pártot, ugye az egyesülési jog keretében. De vannak olyan védelmek is, ugye abszolút tilalmak, amik mondjuk minket azért védenek, mert emberek vagyunk, mert nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódnak kitenni minket, és ezt egyébként például az alapvető jogok biztosánál a nemzeti megelőző mechanizmus keretében védik is. Tehát ez csak pár abból, amit lehet, de mondhatnám a tanulás, tanítás szabadságát. A felsőoktatás keretében, ha már egyetemi keretek között vagyunk, ugye a művelődéshez való jog, hogy mindenki a képességei szerint részt vehet a felsőoktatásban. És igazából sorolhatnám még a vallásszabadságot, a lelkiismeret és gondolati szabadságot. Tehát tényleg ez egy igen, igen széles alapjú katalógus, amivel bírunk. És ugye az, hogy az ember mondjuk munkavállaló a jelenlegi helyzetben, ugye a közalkalmazotti viszonyból, ugye a munkához való jog szintén egy ilyen. Meg hogyha egy filmes idézettel élünk például, ugye jogában áll hallgatni, hogyha már hallgatókról beszélünk egyébként, csak hogy egyfajta ilyen kicsit úgymond klisés mondatot is említsünk meg, amit be kell valljak, hogy gyerekkoromban sosem értettem, hogy hogy lehet ahhoz jogom, hogy hallgassak. Egy kicsit térjünk át a kötelezettségekre. Ha már jogokról beszéltünk, beszéljünk kötelezettségekről is. Biztos te is hallottad már iskolás korodban, amikor a tanár azt mondta valakinek, a jogaitokat nagyon tudjátok bezzeg a kötelezettségeiteket,
Ez, amikor ezt a műsort megterveztük, ez volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mi az, hogy kötelezettség a jog szerint? A jog szerint ugye a kötelezettség az, hogy valamit teljesítenem kell, tipikusan egy másik fél felé, hogyha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb alaptézis, amit így nagyon jó, hogy gyakorlatilag egy média fórumon el lehet mondani, az, hogy az alapvető jogok gyakorlásának nem feltétele a kötelezettsége teljesítése. Tehát ha te nem fizeted be az adót, attól nem vonhatják meg mondjuk a gyülekezési szabadságodat. Tehát ilyen nincsen. Ugyanakkor igen, kötelezettségek is vannak, ilyen kötelezettség is, ami talán iskolai keretek között a leggyakoribb, ugye például a tankötelezettség, aminek a korhatára mindig változik, most azt hiszem éppen 16 éven nyugszik ez az évszám, tehát ez például egy olyan kötelezettségünk van. Ugye az adófizetési kötelezettség. Ez az, amit senki sem szeret, ugye a nemeseknek régen nem is kellett, most már ugye azért kell adót fizetni sajnos. Ugye ugyanilyennek nevezhetném a honvédelmi kötelezettséget, ami nem azt jelenti, hogy sorkatonai szolgálatot kell bevezetni, ugye ez is egy olyan dolog, ami esetleg félrecsúszhat, hanem ez azt jelenti, hogy a háborús helyzet, ugye, amit rendkívüli állapotnak nevez a jog, a jelenlegi, még most ugye, most már megvan az új alaptörvény módosítás, tehát ezt át fogják nevezni, de most még, amikor beszélgetünk, rendkívüli állapotnak nevezzük, ugye, hogyha történik egy ilyen katonai helyzet, akkor ugye be kell vonulni és védeni a hazát, és hogyha valaki pedig lelkiismereti okokból nem, akkor ugye teljesíteni kell olyan szolgálatot, ami ugye nem fegyveres. Ha elmarad egyébként a kötelezettségek teljesítése, akkor felmerülhet-e az a jelenség, amit mostában nagyon sokat hallunk a médiában, amit úgy hívnak, hogy kötelezettségszegési eljárás. Ez emberekre is vonatkozhat, vagy egyébként országok között történő jelenség? A kötelezettségszegési eljárás az Európai Unió jogában létező jogintézmény, amelynek tipikusan az a célja, hogy a bizottság, illetve az Európai Unió jogának megsértésére egy országot végülis egy hosszú eljárás során felelősségre von. Tehát ennek van egy menete, amit ugye Európai Unió jogából egyébként tanulnak a hallgatók is, illetve hogyha valaki szakvizsgára készül, akkor egyébként annak a tananyagnak is része, tehát ezt a jogászok nem mindig frissítik, de ez a bizottság és az államok közötti az unió jogának megsértéséért fennálló külön eljárási módszer vagy rendszer. Már csak azért kérdeztem egyébként, mert ugye ezt a kifejezést most nagyon sokat hallottuk az utóbbi egy-másfél évben idehaza, de mégis sokaknak nem volt tiszta egyébként, hogy ez mit jelent, hogy ez most személyek ellen irányul, vagy pedig országok ellen, emiatt is szolgált egyébként a kérdés. Ha egy kicsit szűkítjük a témát, akkor beszéljünk arról például, hogyha volt itt már ugye eljárásról szó, ugye felmerülnek azok a kifejezések, hogy beperelni, feljelenteni valakit. Ebben az esetben van-e különbség a két fogalom között? Hát van, mert ugye a feljelentést az tipikusan ugye a rendőrségnél teszi az ember, egyfajta valamilyen bűncselekmény észlelésénél, tehát azzal elkíván indítani egy eljárást, felvesznek ugye egy jegyzőkönyvet, és akkor utána elindul a jogi folyamat, ami már nyilván részletes hát eljárásjogi szabályok alapján zajlik le. Míg ugye a beperelni kifejezés az azt jelenti, hogy valaki bíróság előtt eljárást indít. Ugye ez is más, hogy melyik bíróság, milyen eljárás. Ugye van polgári peres eljárás, van büntető eljárás, munkajogi, közigazgatási jogi, tehát azért ez is mindegyik más eljárási rend, és némelyik azért már, tehát több eljárási kódexünk is van, tehát ugye például hogy az általános közigazgatási rendtartás, illetve ugye a KP, a közigazgatási perrendtartás fog a közigazgatási perekre vonatkozni, ugye a B, a büntető eljárás fog a büntető eljárásokra, és a PP tipikusan ugye a polgári eljárásokra, ideértve mondjuk a családjogi eljárásokat is. Miként teheti meg azt valaki, hogy pert indít, vagy valakit feljelent? Mert egyébként nagyon sokan vannak olyan problémában, például ugye ez a műsor is aként szolgál, egyfajta egy jogi kisokosként, hogyha valakinek olyan jellegű problémája van, hogy az törvényes úton érvényesíthesse az akaratát. A feljelentés aztán egyszerűen igazából a leggyakoribb módja az, hogy valaki besétál a rendőrségre, és akkor feljelentést tesz, ahogy ezt igazából a köznyelv is használja. Ez csak úgy, hogy bocsánat, szabadba vágok, oda megyek a recepcióshoz, mondom neki, hogy feljelentést szeretnék tenni, és akkor jön ki egy illetékes majd? Hát megmondom őszintén, én még nem tettem feljelentést, úgyhogy ennyire részletesen most így hirtelen nem tudom megmondani, de én úgy gondolom, hogy ez is egy módszer, mert hát nyilvánvalóan mondjuk egy telefonon történő bejelentés alapján is lehet feljelentést tenni, vagy ugye kihívjuk a rendőrt egy adott helyszínre. És akkor ott a helyszínre és akkor így van, ott felvesznek edzőkönyvet. Tehát hogy ez egy egyszerűbb variáció. Ugye a másik, a perindítás. Hát ott ugye a perindításnál azért egy kicsit talán nehezebb, mert ott ugye a pert keresett levéllel kell megindítani.
A keresett levélnek megvannak az alaki, tehát a formai kellékei, hogy hogyan kell kinéznie, illetve hogy mit kell beleírni, határozott kérelmet kell például tartalmaznia többek között, és ez az, aminél én azt mondom, hogy vannak nyomtatványok. Tehát például a bíróság.hu-n, hogyha valaki felmegy, akkor igen, ügyfélbarát az a honlap, tehát vannak nyomtatványok, amik segítenek elindítani egyes eljárásokat, vannak tájékoztatók, gyakran ismételt kérdések. Tehát úgy gondolom, hogy sok információt össze lehet gyűjteni arról, hogy valaki elindítson egy ilyen eljárást. A probléma ott merül fel, hogyha például mondjuk egy törvényszék előtt polgári peres eljárásban kötelező a jogi képviselet. Ez azt jelenti, hogyha egy jogi képviselő nélkül, azaz a meghatalmazást az ügyvédtől, ügyvédirodától, kamarai jogtanácsostól, én nem csatolom a keresett levélhez, akkor eleve visszautasítja a bíróság, tehát érdemben nem is bírálja el az ügyemet. Úgyhogy ez szokott ugye a kérdés lenni, hogy meg kell nézni, hogy az adott ügyem olyan bírósághoz tartozik-e, amely előtt kötelező a jogi képviselet. Ha igen, akkor nem tudom megkerülni a jogi képviselő igénybevételét. Míg hogyha mondjuk járásbíróságon indul az ügy, abban az esetben ugye nem kötelező a jogi képviselet, vagy hogyha már ugye a legalját mondtam a bírósági struktúrának, akkor mondjuk egy azon kívüli, de igen magas fórum ugye az alkotmánybíróság, és ott például az alkotmányjogi panasz eljárásnál sem kötelező a jogi képviselet. Ugyanakkor én nekem erre mindig az jut eszembe, hogy valaki az autószerelőnél oda megy, és akkor mondja az autószerelő, hogy nem olyan nagy dolog, ez csak kicserélem a gyertyát meg a trafót. És akkor lehet, hogy ezt valaki elolvassa az interneten, hogy micsoda, de nem biztos, hogy amikor ott fog állni a motorblokk előtt, akkor ezeket ki tudja cserélni. És talán én ezt érzem, hogy az ilyen jogi munkáknál is szerintem veszélyes lehet az, hogy valaki pontosan nem ismeri azokat a jogi fordulatokat, esetleg a terminus technicust, hogy hogyan kell megfogalmazni egy ilyen okiratot, viszont a jog lehetőséget biztosít arra. Mindenkinek van egyébként joga arra, hogy pert indítson az országban? Persze. Tehát ez alapvető jog. Annak is például, aki, hogy is fejezzem ki magamat, hogy szépen hangozzék. Tehát például, aki saját magát nem tudja ellátni, tegyük fel, hogy egy olyan sérelem ér egy embert, aki tegyük fel sérült, fogyatékkal élő személy, tehát például mentális tehát sérülése van, neki is van lehetősége élni ezzel? Hogyha például a családja úgy érzi, hogy őt sérelem érte? Hát ugye, amiről te most ügyesen rákérdeztél, hogy akkor hogy van az, hogyha valaki nem teljesen cselekvőképes. Ugye a jogit elkülönít korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személyeket is. Nekik azonban tipikusan van egy törvényes képviselőjük, vagy egy gyámjuk, és az ő nevében majd ez a képviselő fogja megindítani, aki nem feltétlenül jogász. Tehát, hogy itt most a legegyszerűbb példa, nekem van egy 7 hónapos kisfiam, ugye én a törvényes képviselő vagyok, úgy, mint a feleségem, és hogyha neki az érdekében el kell járni, akkor ugye mi fogunk eljárni. Most az neki egy szerencséje, vagy egy pehje, hogy ugye jogászok vagyunk, és hogy mi el tudjuk látni ezt a képviseletet, de ez ugye nem feltétel, hogy valaki jogi végzettségű legyen. Általános mindennapi emberek tekintetében egyébként van-e arra lehetőség, nem is jó a kérdés, talán inkább úgy mondanám, hogy általános emberek tekintetében mennyire jellemző az, hogy pert indítanak, vagy feljelentést. Inkább a perre koncentráljunk szerintem, mert ugye az, ami szokták mondani, hogy pénzigényes. Tehát itt most pénz kérdéséről van szó, hogy egy híres írót idézzek egy fejezetből. Mennyire megy ez egyébként pénz nélkül, egy úgymond utcai kifejezéssel élve mezítlábasan? Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert igen, ezt úgy gondolom, hogy kár lenne azt tagadni, hogyha valaki azt mondja, hogy jogászhoz vagy kifejezetten ügyvédhez kell menned, szinte mindenkinek az első gondolata az, hogy ez drága lesz, és hogy erre félre kell tenni, stb. A jog biztosítja azt, hogyha valaki nem tudja megengedni magának azt, hogy jogi képviselőt fogadjon, akkor ingyenesen kirendel számára egyet. Nyilván van a kormányhivatalnál jogsegélyszolgálat, vannak kirendelt védők, tehát hogy alapvetően létezik egy ilyen struktúra. Annak, hogy mennyire hatékony, azt most én így nem fogom tudni megítélni, meg nem is mondanám el, de nyilvánvalóan azért, hogyha az embernek van egy saját ügyvédje mondjuk egy eljárásban, az azért mégiscsak jobban ki tud alakítani egy személyes kapcsolatot, aki jobban fogja nézni az érdekeit, de ugyanúgy a kirendelt védőknek is ugye az ügyfél érdekeit tiszteletben kell tartani, és szem előtt tartják azt, hogy nyilván az ő jogaikat megvédjék. Úgyhogy van arra lehetőség, hogy valakit indítson, és egyébként, hogyha már ez felmerült, akkor például büntetőügyek kivételével a Szegedi Jogi Karon működik a jogklinika program is. A jogklinika program éppen olyan embereknek segít, akik
most te fogalmaztál mezítlávasként, de gyakorlatilag aki nem tudja megengedni azt az anyagi helyzete miatt, hogy jogi képviselőt fogadjon, de van mondjuk egy olyan problémája, hogy tegyük fel, nem adnak meg neki egy rokkantsági parkolókártyát, ami neki egyébként úgy gondolna, hogy járna, és akkor behozza a papírjait, és ott joghallgatók, tútoroktatókkal, tipikusan ugye professzorokkal, gyakorló ügyvédekkel átnézve segítenek nekik a jogi problémák megoldásában. Tehát van arra lehetőség, hogy gyakorlatilag valaki pénz nélkül elindítson egy eljárást, és esetleg végig is vigye, de azért a jogi eljárások költségesek, tehát lesz perköltség, ha esetleg az ügyben ki kell rendelni egy szakértőt, annak a költségét azért valakinek viselni kell, és ugye főszabályként azt mondjuk, hogy a pervesztes fél állja a pergyőztesnek a költségeit, nyilván vannak ez a kivételek. Mennyire hatékony egyébként ez a jogklinika, amit említettél? Tehát igénybe veszik az emberek úgy általánosságban? Tudnak róla, hogy ott van? Én úgy gondolom, hogy igen, hogy a civil szervezetekkel kötnek partnerkapcsolati szerződést, és gyakorlatilag ezek a bilaterális szerződések azok, aminek keretében kimennek szegedi és környéki Csongrád megyei civil szervezetekhez, illetve onnan folynak be ügyek. És én azt látom, hogy a hallgatók is, illetve a civil szervezetek is ugye egyre inkább bíznak meg egymásban. Azért már 13 éve megy azt hiszem ez a program, és most már elérték azt a jogklinika kollégái, hogy azért bőven van, hogy 20 fő fölött van a hallgatóknak a létszáma, és most már ugye igazából a partnerintézményeknek a bővülése is a derítéken van. Tehát én azt látom, hogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert a jogklinika egyébként Amerikából származó jogintézmény, és van szociális, oktatási célja, tehát a hallgatóknak is jó, hogy élő ügyfelek, élő ügyeit oldják meg a való életben, és így készülnek fel rá. Még ugye van egy nagyon komoly szociális cél, hogy a régióban segítséget adnak azoknak a személyeknek, akiknek mondjuk olyan ügyeik vannak, hogy nem kell, ugye ők peres képviseletet nem látnak el, tehát így ugye gyakorlatilag mondhatjuk, hogy felosztják a piacot, hiszen ugye nem mennek bele az ügyvédeknek azoknak a tevékenységében, amivel peres képvisel, viszont az egyszerűbb ügyeknél segítséget tudnak nyújtani azoknak a személyeknek, akik adott esetben nem tudják megengedni azt, hogy egy ügyvéd lássa el ezt például helyettük. Mondhatni egyébként akkor, hogy egész jól megy ez a kollaboráció, ami úgy örömteli mondhatni. Tamás, köszönöm szépen az eddigi válaszaidat. Köszönöm én is. Önök pedig, kedves nézőink, ne menjenek sehová, mi egy rövid reklámra megyünk, de már is visszatérünk. Köszöntjük kedves nézőinket! Mostantól az Egyetem TV műsorán is tájékozódhatnak az aktuális időjárásról. Minden nap elhozzunk nézőinknek a legfrissebb előrejelzéseket. Eláruljuk, hogy mikor készíthetjük a naptejet. Vagy ragadjunk-e inkább esernyőt. Minden, amit a délalföldi időjárásról tudni érdemes. Itt az Egyetem TV műsorán. A robotoknak is lesz a jövőben pszichológusa? Abszolút. Kell egy olyan ember, aki ahhoz ért, hogy a robotokat hogyan kell tervezni, az érzelmeik hogyan működnek, hogyan kell lehatárolni a etikai szabályokat, ez mitől működik, mitől nem. Annyit tudott a program, hogy ismerte a lépéseket. Tehát ott, hogy lép a király, hogy lép a fitú, hogy lép a bástya. És elkezdett maga ellen játszani ez a program, és néhány óra alatt elérkezett egy olyan színvonalra,
hogy a nemzetközi nagymestereket Kenterbe tudta el. Lehet idézni olyan szkifiket, hogy a Matrixban ugye lényegében a mesterséges intelligenciának azt a feladatot adják, hogy tegye az emberiséget minél boldogabbá, hát az emberiség attól lesz boldog, hogyha elemként működő végtelen álomba ő elvegetál, de hát a feladatát teljesítette a gép, mert a minden ember boldog lett. Adott szoftvernek lehet adni olyan bemenetet, olyan inputot, aminek a hatására a szoftver váratlanul kezd el viselkedni, és olyan dolgokat csinál, amit valójában a támadó szeretne elérni. Nagyon nagy segítség tud lenni egy ilyen intelligens gép, akár nagyon komplex szakmai ismereteket igénylő munkában is segítség tud lenni a mesterséges intelligencia. Az előző percekben, amint azt hallhatták, arról beszéltünk, hogy egy átlag ember például mit tud tenni akkor, hogyha egy bizonyos ügyet perre szeretne vinni. A következőkben pedig az állam berendezkedésről, mint például az alkotmányos bíróságról fogunk beszélni. Hogyan épül fel, mit jelent az, hogy ügyészség, és egyéb ilyen úgymond terminus technicusokat, azaz szakkifejezéseket fogunk megbeszélni, annak érdekében, hogy minél érthetőbbek legyenek ezek. Amint említettem, azt már vendégem a stúdióban dr. Pongó Tamás, és Tamás, én mondom is azt neked, hogy talán egy immediás rész alapon folytathatjuk is talán, hogy amit említettem, a bíróság feladata. Elsőként csak beszéljünk a bíróságról. Mit csinál ez a csoportosulás vagy egység? Én úgy gondolom, hogy a bíróság legfontosabb feladata, hogy jogvédelmet nyújt számunkra. Tehát, hogyha valamilyen vitás ügyünk van, vagy úgy érezzük, hogy valamilyen sérelem él, vagy annak a közvetlen veszélye fennáll, akkor mi fordulhatunk ez a testület az, hogy ők eldöntsék a köztünk álló vitát, mégpedig független, pártatlan bíróként. Ami ugye a legfontosabb, hogy a bírók nem részrehajlók, és a bíróságok sem. Ha valamely bíró például úgy érzi, hogy elfogult egy ügyben, akkor bejelentheti ezt, és egy új bírót fogunk helyette kapni, aki tényleg ebben az adott ügyben is pártatlanul tud dönteni. Tehát úgy kiemelném a jogvédelmi szerepet, illetve azt, hogy döntést kapunk, és a bíróságok döntés, amikor véget érnek, ugye ezt jogi terminussal úgy mondjuk, hogy jogerőre emelkednek, akkor azok végrehajthatóak. Tehát, hogyha mi nem vagyunk hajlandóak önként teljesíteni azt, amit a bíróság ítéletében ránk mondjuk kiszabott, akkor végrehajtó jön el hozzánk, hogy ugye nyilván ez a tipikus példa, hogy elviszi a házat a fejünk föl, de azért nem teljesen így van, ez vannak ezért folyamatai, tehát a végrehajtási jog azért egy kifinomult jogterület. De ott ugye az állam kényszerítő erővel végrehajtja azt, amit a bíróság ugye az állam nevében eldöntött. Másrészt pedig ugye a bíróság és struktúra. Van ugye Magyarországon 4 fokból áll, ugye van a járásbíróság, törvényszék, ítélőtábla, illetve a kúria, ugye régebbi nevén a legfelsőbb bíróság. Szegeden szerencsés helyzetben vannak az emberek, mert ugye a 4-ből 3 szintet meg tudnak tekinteni, mert ugye a járásbíróság, törvényszék és ítélőtábla is van Szegeden, és mindenütt hivatásos bírák dolgoznak. Alapvetően egyébként, amikor ugye a bíróságról beszélünk, felmerülnek például olyan fogalmak, hogy elsőfokú ítélet, másodfokú ítélet, fellebbezni. Elsőként inkább az első és másodfokról beszélünk, hogy ez mit jelent egyébként? Tehát mi az, amikor például ugye nagyon sokan hallják a tévében azt, hogy az elsőfokú ítélet nem volt megfelelő, vagy nem fogadták el, most akik idézek úgy, amiket én is hallottam, és másodfokra viszik az ügyet. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor felmerül egy vitás ügyünk, akkor elmegyünk a bíróságra. Ma Magyarországon 2018 óta általános hatáskörként a törvényszékre megyünk első fokra, de természetesen vannak kivételek, mondjuk egy házassági bontóper, gyerektartásdíj, ott mondjuk járásbíróságra fogunk menni, de hogyha ezt köznapi nyelven kellene mondanom, akkor ez az első hely, ahol mi bírót látunk. Tehát ide bemegyünk, és akkor ott lesz egy per, ahol a bíró dönt. És hogyha a döntéssel mi nem vagyunk megelégedve, akkor utána ekkor jön az általad említett fellebbezés,
Azaz, kérünk egy másik testületet, egy általában magasabb szinten álló testületet kérünk, hogy újra döntse el és nézze meg, vizsgálja át az ügyünket. Ugye ez az első és a másodfok, és tipikusan, nem tipikusan, de előfordult ugye a harmadfok is, tehát hogy még egy testülettel feljebb megyünk, vagy még egy szinttel, és gyakorlatilag ez a fajta struktúra az, ami segíti azt, hogy ugye ne csak egy döntés szülessen, hanem többen is átnézzék azt, köznapiasan szólva, hogy ez a döntés jogszerű volt-e, helyes volt-e. De gondolom egyébként a harmadik fokozatra, tehát ugye említetted, ugye van ugye a bíróságoknak is, tehát hogy elsőként melyik is az első fokozat? Ugye ügytől függően általános hatáskörtént a törvényszéket, de hogyha alulról néznénk a struktúrát, akkor járásbíróság, törvényszék, ítélőtábla és kúria. Gondolom egyébként például egy gyermektartási problémával nem a kúriánál köt ki az ember, azért ez nem szokott jellemző lenni. Nem, tehát elsőként általában törvényszékhez kell menni, de mint említettem, több ügyben is járásbíróságon kezdünk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy házassági bontóper, köznap egy válás, és gyakorlatilag bemegy az ember a járásbíróságra, nyilván nem csak így, tehát amit az előző részben ugye meg is beszéltünk, ott elindít egy eljárást, és akkor annak a végén kimondják azt, hogy például akkor ők elváltak, a vagyonmegosztást, a gyerek elhelyezés, stb. És hogyha ezzel valamelyik fél nem ért egyet, akkor ugye benyújt egy fellebbezést, és ezzel keretében ugye mehet a másodfokra, ami ebben az esetben mondjuk a törvényszék lenne, és utána már ugye eljárási szabályok fogják azt meghatározni, hogy lehet-e menni harmadfokra, tehát még egyszer kérni, hogy nézzék át az ügyünket, de tipikusan ugye egyszer fellebbezni azt lehet, tehát hogy annál nagyon minimálisak a megkötések. Egy kicsit már egyébként előrevetítetted itt a következő kérdést, említetted, hogy a kúriának a régebbi neve az volt, hogy legfelsőbb bíróság. Igen. Mi a legfelsőbb bíróságnak úgy Isten igazán a feladatköre? Miben különböző az alatta levőktől? Én azt mondanám, hogy több feladata is van, bizonyos esetekben felülvizsgálati fórum, tehát ez azt jelenti, hogy hozzá lehet ezeket az eljárások, végső soron eljuthatnak akár hozzá is döntéshozatalra, de talán a legfontosabb feladataként, mondjuk ezt inkább én mondom, hogy szerintem az egyik legfontosabb feladata a jogegységesítés. Az, hogy elérje azt, hogy a bíróságok Nyíregyházán, Pécset meg Szegeden ugyanúgy döntsenek, vagy legalábbis ugyanolyan gondolkodás alapján döntsék el az adott ügyeket. Tehát az érvelés, hanem azt mondanám, hogy egységesen bírálják el a hasonló témájú ügyeket. És ez az egyik fontos feladata, hogy egy ilyen jogegységet teremtsen, illetve nyilvánvalóan ugye értelmezi a bíróság ugye az egyes döntései alapján, hogy hogyan kellene a jogot alkalmazni az alsófokú bíróságoknál. Van itt még például az Alkotmánybíróság. Őt ide soroljuk egyébként, mint egységet, jelenséget, vagy pedig ő már egy másik csapatba tartozik, úgymond? Most úgy érzem magam, mint alkotmányok vizsgán a hallgatók szoktak, ugyanis amikor én ülök a te helyedben, akkor ezt szoktam tőlük kérdezni, hogy akkor most az igazságszolgáltatás része. Most megfordult a igen, rablóvó pandúr. És nem, tehát hogy az lenne a legfontosabb, amit itt ki szeretnék emelni, az Alkotmánybíróság nem az igazságszolgáltatási struktúra része, ez azt jelenti, hogy nem ebbe ugye a négyesbe, amit felsoroltam korábban, ő ebben nem tartozik bele, hanem attól egy független bíróság, nem szuperbíróság, tehát sokan azt hiszik, hogy akkor gyakorlatilag a kúria után még oda lehet menni. Most nyilván a jogtól egy fricska, hogy vannak olyan ügyek egyébként, amikor alkotmányjogi panasszal lehet élni, de ez már tényleg nagyon kivételes szabály. Az Alkotmánybíróság legfontosabb szerepe, hogy az alkotmányt, az alaptörvény legfőbb őre. És az alkotmányosságot védi, valamint ugye ő az egyetlen, aki hitelesen, autentikusan értelmezheti a magyar alaptörvényt. Tehát az ő döntéseik mindenkire kötelezőek, hogyha ők úgy gondolják, hogy például, hogy a legjobb példa, hogy Magyarországon ugye a halálbüntetést összeegyeztetetlenül tartották az alkotmánnyal, még ugye a 23/90-es határozatban, tehát 1990-ben, és azóta Magyarországon nincs halálbüntetés. Tehát az ő döntéseik, ahogy értelmezik az jogot és az alkotmányt, az mindenkire kötelező lesz az egész országban. Ezt hívjuk jogi nyelven egyébként az ergo omnes hatálynak.
Hogyha tegyük fel valaki, egy politikus, vagy bármilyen képviselő, be akar nyújtani egy panaszt az Alkotmánybíróságnak, az is úgy működik egyébként, mint például egy egyenpolgárjogi per, hogy bemegy az illetékes, és jelzi a panaszát, vagy ez egy sokkal hosszabb procedúra szokott lenni? Nem, mert ugye alapvetően írásbeli az eljárás, és az Alkotmánybíróság különböző hatásköreinél megvan az határozva, hogy ki indítványozhat. Tehát például mondjuk egy utólagos normakontroll eljárásnál, igen, az országgyűlési képviselők összeállhatnak, ugye az egynegyedük, hogy akkor indítsanak egy ilyen eljárást, de alkotmányjogi panasz eljárásnál például ugye az, aki érintett. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van mondjuk egy bírósági döntés, amit én alkotmányellenesnek tartok, vagy a bírósági döntésem alapjául szolgáló jogszabályt tartom alkotmányellenesnek, vagy az országgyűlés elfogad egy jogszabályt, mondjuk egy törvényt, és én úgy gondolom, hogy maga a törvény már alkotmány ellenes, és akkor alkotmányjogi panasszal fordultok. De itt az ABTV, tehát az Alkotmánybíróságról szóló törvény pontosan meghatározza azokat, hogy kik fordulhatnak, és melyik hatáskör esetén az Alkotmánybírósághoz, és itt tipikusan írásban történik, hogy mennyire formalizált az eljárás. Alapvetően például egy alkotmányjogi panasznál, hogyha nekem van egy bírósági ügyem, ami végigment már az előzőeken megbeszélt bírósági struktúrán, és utána én szeretnék alkotmányjogi panasszal fordulni, akkor én azt az Alkotmánybíróságnak címzem, de a járásbírósághoz, vagy az elsőfokú eljárást lefolytató bírósághoz fogom benyújtani. És majd ők küldik tovább, hogy nyilván itt van egy olyan szempont, hogy az a testület még átnézhesse, hogy ő mit gondol erről, és úgy kerül az Alkotmánybírósághoz az ügy. Tehát, hogy ott ez a besétálok és megtörténik, ez nem. Korábban 2012 előtt volt utólagos normakontroll, tehát, hogy látok egy jogszabályt, és csak így beszélgetünk, és akkor azt mondod, hogy fú, hát ez szerintem alkotmányellenes. Régen lehetett ilyennel fordulni az Alkotmánybírósághoz. Korábban ugye van is nálunk, volt alkotmánybíró professzor, aki mondta, hogy tényleg még a kockás lapon beadott indítványokat is átnézték, hogy nehogy az legyen, hogy valaki jogvédelmet kér és nem adják meg részére. Ez ugye a jogszabályi változások miatt 2012 óta nincs meg. Még mindig van egy fogalom egyébként, amit mindenképp tisztáznunk kell. Mondhatni tényleg átmegy egyfajta feleltetésbe a műsornak ez a jellege, de mindez azért, mert nagyon sokan ugye, amint ezek a fogalmak, hogy legfelsőbb bíróság, kúria, ügyészség, egyébként az ügyészségről fogok majd mindjárt kérdezni, nagyon sokan így elkezdik saját maguk értelmezni, hogy ez mit jelent, és mindenki egy ilyen apostrófos doktorként titulálja magát, úgymond, hogy hát ő tudja a jogot, ő ért hozzá. Aztán ugye kibuknak ezek a dolgok, hogy hát mégsem, mert nem elég az, amit összeolvasok a különböző médiumokból, meg a tévéből hallok, mert amint te is mondtad, hogy nagyon illékony a jognak az értelmezése, hogy jól tudni kell, ugye említetted, hogy magyarról magyarra fordítani. Igen. Például. Én sokszor ezt érzem. Az ügyészség szempontjából, hogyha az ügyészségről beszélünk, mi ennek a szervnek a feladatköre? Mit jelent az egyáltalán, hogy ügyészség? Most mondhatnék nagy szavakat, hogy az állami vádmonopólium képviselője, de nem szeretnék senkit eltántorítani attól, hogy tovább nézze a műsor. Ha azt mondom, az ügyészségnek egyébként sokrétű feladata van. Alapvetően ugye az, hogy valakit mondjuk egy büntető ügyben vád alá helyezzük, azért, mert elkövet egy bűncselekményt, hogy a boltokban ki van írva, hogy minden egyes lopás büntető eljárás van maga után, meg feljelentés, stb. Mondjuk egy ilyen lopásnál az, hogy utána eljárás indítjon, hogy az ügyész vádat kell, hogy emeljen. Az ügyészség legfontosabb feladata az, hogy képviseli ezt az állami vád igényt, hogy eljárást tudjunk indítani. És azt követően ugye az ügyész fogja képviselni az eljárásban a vádat, nyilván a másik oldal pedig a filmekből ismerten ott lesz az elkövető, tipikusan egy ügyvéd fogja ugye őt védeni. Tehát ez az, ami a klasszikus filmes példa, hogyha a bírósági eljárások során. Ez az ügyészség és az ügyész eddig egyik legfontosabb feladata, tehát a vád képviselete. De emellett ugye például a büntetés végrehajtási intézeteknek, börtönöknek, fegyházaknak a törvényességi felügyeletét is ellátja, ami azt jelenti, hogy ellenőrzi, bemegy, hogy minden jogszerűen működik-e, rendesen bánnak-e ugye a rabokkal, betartják a jogaikat, tehát hogy van egy ilyen feladata is az ügyészségnek. Emellett ugye például közérdekvédelmi feladatot is ellát, most hogy ez megint egy olyan megfoghatatlannak tűnik, de például ugye az apróbetűs rész a tisztességtelen által szerződési feltétele, és ha azok tisztességtelenek, akkor ez iránt mondjuk ő pert indíthat azzal, hogy védje mondjuk a fogyasztókat, vagy ugye a fogyasztói pert is éppen indíthat az ügyész. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek mellett
még ugye létezik nyomozóügyészség is, tehát bizonyos eljárási cselekményeknél, vagy bizonyos bűncselekményeknél ők a nyomozást lefolytatják, vagy azt felügyelik. Tehát az ügyészség egy nagyon sokrétű és nagyon fontos szerv az állami berendezkedésben. Nem tudok egyébként elmenni a következő fogalom mellett, úgyhogy nem beszélünk róla egy kicsit, a legfőbb ügyész szerep köréről is beszélünk. És itt most attól függetlenül, hogy mi megy a médiában, én a mindenkori legfőbb ügyészről szeretnélek kérdezni. Ugye a legfőbb ügyész ennek a hierarchikus ügyészségi rendszernek a csúcsán álló személy, akit gyakorlatilag az országgyűlés fog megválasztani, tehát egy választott tisztségviselő is neki. Korábban még ugye interpellálható is volt, tehát ez azt jelenti, hogy az országgyűlés előtt ugye lehetett interpellációt intézni hozzá, ez már nincs. Tehát, hogy egy ennyire magas tisztségviselő, illetve ugye ő az, aki az irányításáért felel az ügyészségi rendszer, tehát a szakmai irányításért. Emellett ugye ő az, aki gyakorlatilag az ügyészségi struktúránál akár utasítással terelgetheti azt, hogy az ügyészség milyen irányba mozduljon el. Tehát mondhatni azt, hogy ő a fej igazából. Igen. Úgy mond a fej, ami ugye ilyen hálózatosan, ahogy megyünk szépen lejjebb a pontosan. Ellenőrzés és fékentartás címszóval, vagy egységesítés talán az inkább jobb. Igen, tehát ő inkább egységesít, tehát az, hogy az ügyészségi szervezetrendszer ugye egységesen járjon el. Én úgy gondolom, hogyha valaki ez iránt például érdeklődik, akkor az ügyészségnek a honlapjára, ha felmegy, ott nem csak a legfőbb ügyészt, hanem a teljes ügyészségi struktúrát meg tudja nézni. Nagyon jó színes ábrákkal egyébként az ügyészség megmutatja az ő különböző feladatait, ahhoz példákat a való életből. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy a bíróságoknak a honlapja, vagy a bíróság.hu, úgy az ügyészségnek a honlapja is, a ügyészségek honlapja is egyébként nagyon informatív és nagyon közérthető nyelven próbálja elmagyarázni az ő feladatait. Ezek a szervek miként tartoznak egymásnak felelősséggel? Tehát miként történik meg a csatolás, visszacsatolás? Ezt most csak azért kérdezem, mert ugye állampolgári alapismereteknél megtanulja már egy gimnazista is, hogy ugye például a politikai berendezkedés során ott is ugye vannak a fékek és egyensúlyok a demokratikus rendszerben, és hogy ki kit felügyel, ki kinek tartozik felelősséggel. Mégis a jogrendszeren belül hogy vannak ezek a felelősségek és ellenőrzési jogok? Úgy nagy általánosságban. Mm-hmm. Ugye ez a fékek és ellensúlyoknak a rendszere, ami igazából úgy épül fel, hogy ugye a néptől jön alulról a hatalom, például Magyarországot, ha vesszük, ugye mi megválasztjuk 4 évente az országgyűlési képviselőinket, ők elfogadják az adott jogszabályokat. Na most ezek például, ugye nem csak ők fogadnak el nyilván jogszabályokat, mondjuk ők fogadhat el csak törvényt. Ez a törvény az, ami alapján ugye a bíró ítélkezik. De ha például a bíró az ítélkezési gyakorlatában úgy gondolja, hogy ez a törvény alkotmányellenes, akkor ő felfüggeszteti az eljárást, és az alkotmánybíróságtól kérheti az értelmezést. Vagy ugye ott van a másik oldal, ugye a kormány. Ugye a kormány megalakulásánál az országgyűlésnek szerepe van, hiszen ő az, aki megválasztja a miniszterelnököt, és hogyha ugye bírnia kell a kormánynak az országgyűlés bizalmát. És erre ugye az országgyűlésnek van lehetőség, hogy megvonja a kormánytól a bizalmat, ugye a köznapi nyelven ez a megbuktatja a kormányt kifejezés. És a bizalmatlansági eljárás? Egyrészt, hogy igen, a konstruktív bizalmatlansági indítvány, de van bizalmi szavazás is, amikor ugye a másik, mondjuk a kormány oldaláról, vagy a miniszterelnök oldaláról érkezik egy olyan kérdés, hogy bírom-e még a bizalmatokat? Ugye itt tipikusan az országgyűlési képviselők több mint felének a támogatására van szükség, tehát nem a jelenlegi 2/3-ra van szükség, hanem egyszerűen... Igen, hát igazából az összes képviselő több mint felét kell, hogy valaki bírja az ő támogatásukat. És ugye így például ott van egy ilyen ellenőrzési struktúra, az országgyűlés pedig úgy lehet ellenőrizni, hogy 4 évente ugye az országgyűlési képviselőkre szavazunk, és hogyha nem tetszett a munkája, akkor 4 év múlva nem rá fogok szavazni, és úgy elveszíti ugye az adott helyét. De folytathatnánk a sort, hogy például ugye a köztársasági elnököt az országgyűlés választja meg, és a köztársasági elnök adott esetben egy miniszternek, tehát a kormányalakításkor egy miniszternek kinevezését megtagadhatja, vagy ugye ő nevezi ki a bírákat, tehát hogy ott is van egy ilyen függési viszony, illetve ugye adott esetben feloszthatja mondjuk az országgyűlést is, nyilván ez mondjuk különleges esetekben történik, de hogy ott is van egyfajta kontroll, és ez a fajta ellenőrzési, illetve egymásra való hatás, ez ugye a fékek és ellensúlyoknak a rendszere, aminek a célja az lenne, ugye, hogy elkerüljön, hogy egy kézből összpontosuljon több ilyen hatalmi ág. Nagyon összetett egyébként a téma, mint azt hallhattuk körülbelül az elmúlt úgy nagyjából 40 percben. Én mégis 2 dolgot szeretnék neked megköszönni, Tamás. Egyrészt azt talán a nem mondhatni olyan könnyű dolgot a ma reggel folyamán, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Másrészt pedig azt szeretném megköszönni, hogy ilyen bőterjedelemben is mégis érthetően válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy tényleg sikerült közérthetően elmondanom ezeket a fogalmakat. Én mondhatom, hogy mindenképp sokat tanultam a mai epizódból is. Köszönöm szépen. Örülök neki. Köszönöm én is. Önöknek pedig, tisztelt nézőink, köszönjük szépen, hogy mai adásunkban is velünk tartottak. Amint hallhatták, ez egyfajta jogi kisokosként szolgált annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy miként működik például a magyar jogrendszer, a magyar alkotmányos rendszer. Mindenképp sokat lehet tanulni ebből az epizódból, és talán a mostani, akár mondhatjuk történelmi, vagy pedig jogi kavalkád során is egy kicsit segítséget tud nyújtani majd ez az epizód. Szeretném megköszönni a figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi adásban is, a viszontlátásra. Thank you.